Igazán elmondhatom, hogy nagyon kellemes volt, nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és ugyanazt az anyagot, ami egy pár éve volt Rómában, Magyar Intézetben hoztuk el, tehát a Jankovics Marcertól, az orosz és tártól is a én anyagomat. Hát nagyon méltó helyen is volt, mert a Nemzeti Múzeumnak a dísztermébe, és sikerült, hát ők profik, ugye múzeológusok, tehát attól kicsit izgultam a fölrakásnál, de hát teljesen szuper megoldották a dolgot, és hát a megnyitóra teltház volt, eljött a rendési miniszterasszony, és különféle testületektől, például a parlamentek, a kulturális bizottságának az elnöke, és hát el kell mondjam, hogy nagy sikere volt a anyagnak, filmeket is vetítettünk a Jankovics Marcellnak, a Madács filmje az másnap ment egy nagy moziba, itt a rövid filmeket az Rossz Pistinek meg az enyémet vetítettük. És hát nagyon kedvesek voltak mindnyáján, úgyhogy én nekem is kellett egy kis beszédet mondani. De hát több nyelvű, tehát orosz és románul kellett lefordítani, plusz angolul, úgyhogy elég hosszadalmas volt, mert mindenkinek ott mondani valójában. És az volt a szerencse, hogy amitől féltünk, hogy rossz idő lesz, gyönyörű idő, szóval írták egy ilyen koronyári, kellemes meleg volt, tehát lehetett csavarogni. Hát egy érdekes város, én ezt a típust nagyon szeretem, ilyen regáti város, vannak modern épületek, régi klasszicista épületek, amiket nagyjából rendbe raktak, de ami nagyon lenyűgöző, minden városban, ahol hát kő meg beton van, hogy rengeteg fa van, és rengeteg erdőnyi park, gyönyörűen gondolt parkok. És hát valamikor szinte egy pár évvel ezelőtt voltam, Kijevben volt kiállításom, és arra emlékeztető hatalmas piac. Tehát egy ilyen minden, ami szebb szájnak ígére, tehát egy ilyen nagy nyüzsgés és árubőség. Úgyhogy itt bele is tudod tekinteni az emberek életében egy kicsit, tehát ez a kis rövid napok alatt azért elmondhatom, hogy egy kicsit szét tudtuk nézni. És találkoztam például olyan ottani velem egy idős kollégám, aki valamikor Bulgáriában találkozott a legjobb barátomban, szint festővel, és úgyhogy álltam neki adni az üdvözletét, pedig ez is már nagyon régen volt, több évtized, amikor ez a bulgáriai művésztelepen találkoztak. Elég élénk a képzőszeti élet, tehát az is feltűnő volt, mert a kiállítás helységben, ami hát meglehetősen nagy volt a díszterem, előtte leszették egy kiállításnak az anyagát, és úgy nagyjából láttuk, hogy sokrétű, mindenféle stílusú, tehát egész konzervatívtől kezdve modern festészetig minden működik. És aztán volt egy fogadás, ilyen vacsora, ahol hát még tudtok beszélgetni a nagykövet úrral, és aki előtte Kolozsváron volt konzul, és tehát egy érdekes beszélgetést tudtuk folytatni erről a kulturális cserékről, mert ez volt az első kísérlet, hogy Magyarország és a Moldáv Köztársaság között elinduljon egy kulturális ellenség kapcsolat. Két moldovai művésznek, már itt a Magyar Művészeti
egyesület csinált kiállítást, és úgyhogy ez egy válaszú tulajdonképpen rá. Úgy készültem, hogy mindig ilyen bemutatókon, hogy mint a egy ilyen retrospektív kiállítás, tehát régieket és újakat is vittem. Egy kicsit kivittettem én a római anyagot, ilyen egyedi rajzokkal, színes dolgokkal is, és lehetett látni, hogy az emberek érdeklődnek a képzőművészet iránt, és gyakorolják sokan, tehát érdemes lesz ezen a vonalon tovább erősíteni a dolgot, tehát ők is fogékonyak rá, és fogadás is készek. Annál is inkább, mert nem csak két nyelvű, hanem még több kis népek is laknak. Ez egy ilyen érdekes, eklektikus ország, ki volt téve háborúknak, legutóbb össze a 90-es években volt valami pucs is. Úgyhogy hát egy meglehetősen szilárd történelmi körülmények között, és ez egy szimpatikus dolog, hogy még van affinitásuk a művészet fele.